Üdvözöllek, itt Újai Szabolcs Zoárd. Ebben a mostani videóban a méhkenyérről lesz szó, arról, hogy milyen anyagok találhatók meg ebben a különleges méhészeti eredelben, és hogy milyen egészségügyi problémák esetén lehet a terápia részévé tenni. A méhkenyeret a méhek készítik, és nem más, mint erjesztett virágpor, amit a téli időszakban a kaptárban a méh királynő fogyaszt, illetve méhkenyérrel táplálják a méhek a 3 napnál idősebb lárvákat is. Tehát addig, amíg a méhpempő a méh királynő nyárjeledele, addig a méhkenyér a téli. A többi méh a téli időszakban egyébként mézet eszik. A virágpor mellett van benne még méz, méhviasz, méhpempő, propolisz, és a méhek hozzáadják saját emésztőenzimüket is. Ezen a képen lehet látni a színét és az állagát. Ugye sokkal sötétebb, mint a virágpor, és nagyobb darabokból is áll, mint a virágpor szemek. A legfontosabb anyagok a méhkenyérben a fehérjék, kb. 22% a fehérje, a tejsav, a K-vitamin, a flavonoidok, ugye a virágpor is nagyon jó flavonoid forrás, az ásványi anyagok, zsírsavak, több mint 30 fajta zsírsavat tartalmaz, és az enzimek. A méhkenyérből a vitaminok és az ásványi anyagok kb. 3-szor jobban tudnak hasznosulni, mint a virágporból. Tehát a méhkenyeret fogyasztva több tud beépülni a testünkbe. A méhkenyérnek jó gyulladáscsökkentő képességei vannak, nagyon jó immunerősítő. A téli időszakban például mézzel elkeverve célszerű enni a téli betegségek ellen. A méhkenyér fogyasztása cukorbetegeknek nem ajánlott. Nézzük most meg a 6 legfontosabb problématípust, ahol ajánlott a terápia részévé tenni a méhkenyeret. Először is enzimtartalma miatt sokat segíthet például emésztési problémák esetén, tehát lehet vele javítani az emésztés hatékonyságát. Ugye az enzimek abban segítik az emésztőrendszerünket, hogy jobban hasznosuljanak a fehérjék, a vitaminok és az ásványi anyagok. Ezen kívül a méhkenyér méregtelenítőleg is hat a bélrendszerre, tehát a fogyasztás hatására jobban el tudnak távozni a káros anyagok a vastagbélből, illetve kandida esetén is ajánlott a fogyasztása. Második problémacsoport a májat érintő betegségek, mint a hepatitis vagy a májkárosodások. A méhkenyérnek méregtelenítő hatása van a májra, illetve a koleszterin szintet is csökkenti, ami ugyancsak kedvező a máj egészsége szempontjából. Vannak kutatások, amelyek során igazolták, hogy napi 30 g méhkenyér fogyasztásával 30 nap után az albumin globulin hányadost normál közeli vagy normál szintre lehet hozni. Ugye ennek a két fehérje félének az ideális aránya felborul májbetegségek, illetve májgyulladás esetén. Máj problémák esetén ajánlott együtt fogyasztani a máriatövis magörleménnyel, vagy máriatövis kivonattal, melynek fő hatóanyaga a szilimarin. Fogyaszthatjuk a méhkenyeret a szív- és érrendszer egészségi állapotának javításához is, ez lehet a harmadik probléma. Kör. Alapvetően jót tesz a méhkenyér a szív- és érrendszerek, mivel csökkenteni tudja az LDL, azaz a rossz hatású koleszterin szintjét, ahogy a virágpor, ugye a méhkenyér is tele van antioxidánsokkal, amelyek csökkentik a szabadgyökerek számát a testünkben, így az ereknél is, tehát csökkentik az érfalak károsodását és növelik az erek rugalmasságát. Érproblémák esetén értelmes együtt fogyasztani a propolisszal, mivel a propolisz is tele van antioxidánsokkal, főként flavonoidokkal. A negyedik a vérszegénység és az étvágytalanság. Étvágytalanság és vérszegénység esetén legalább 1 hónapig ajánlott fogyasztani. Napi 3-szor alkalmanként egy kis kanállal felnőtteknek, gyerekeknek elég kisebb adag is. Vérszegénység esetén a méhkenyér mellé valódi hazai mézet is fontos enni, lehetőleg nyers mézet, tehát olyan mézet, amit nem pasztirizáltak, nem hevítettek fel. A méz is tele van ásványanyagokkal, vassal, rézzel, mangánnal, melyek a hemoglobin termelődésében létfontosságú szereplők. Az ötödik érv a méhkenyér fogyasztása mellett az ásványanyag tartalmában rejlik. Kb. 1,5% a méhkenyérnek ásványanyagokból áll. Sok van benne a kálciumból, a foszforból, a magnéziumból, a nátriumból, káliumból, a vasból, részből, cinkből, mangánból és a szelénből is. Ebből látható, hogy a csontok erősítésére is fogyaszthatjuk, mivel kálcium, magnézium és foszfor is van benne egyszerre. De van benne sok a kálium és a B-vitaminok közül is.
Szóval, ha egy természetes alternatívát keresel a mesterséges ásványanyag készítmények helyett, akkor a méhkenyér egy nagyon jó választás. A hatodik és egyben utolsó dolog, amiről a méhkenyérre kapcsolatban beszélni kell, az immunerősítés és az energiaszint növelés. Az előző részekből kiderült, hogy mivel a méhkenyér csak úgy, mint a virágpor, tele van antioxidánsokkal, mely vegyületek a szabadgyökök számát csökkentik, így ennek következtében a gyulladások is csökkennek a testünkben. Szinte minden betegség forrása valamilyen gyulladás. A rendszeres méhkenyér fogyasztás hatására megnő a limfociták száma is, mely sejtek ugye fontos szerepet játszanak a vírusokkal és más kórokozókkal szembeni védekezésben, illetve sok jól felszívódó vas is van ugye benne, melynek ugyancsak jelentős szerepe van az immunrendszerünk hatékony működésében. A bélrendszerünkben van az immunrendszerünk jelentős része, és ahogy az első részekben szó volt róla, tele van ugye enzimekkel, és béltisztító tulajdonságai is vannak, tehát az emésztőrendszeren keresztül is támogatja az immunrendszerünket. Immunerősítéshez és erőnlét növeléshez a méhkenyér mellé friss, tiszta méhpempőt a legjobb fogyasztani. Összefoglalva végezetül még egyszer a 6 problémakört, amikor célszerű a terápia részévé tenni a méhkenyeret: az emésztési és bélproblémák, a májbetegségek, a szív- és érrendszeri gondok, a vérszegénység és az étvágytalanság, az ásványanyag pótlására is nagyon jó, illetve immunerősítő és energiaszint növelő is lehet egyben. Bízom benne, hogy érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam neked vele segíteni. Ha vannak személyes kérdéseid, írd meg nekem e-mailben, ha pedig értesülni akarsz a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!